A szentmise után körmenetre indultak a hívek a pécsi székesegyházból. Az úrnapját a húsvéti időt lezáró pünkösd vasárnap után két héttel tartják. Ebből az alkalomból vonultak végig a belvároson a résztvevők. Az oltári szentséget több százan, a legkisebbektől a legnagyobbakig, gyermekek és idősek is kísérték. Ez egy nagyon szép tradíció, amit az egyház mint lehetőséget ad, hogy nem csak a templomon belül, hanem a templomon kívül is egy kicsit, mint katolikusok, megmutassuk magunkat és hirdessük Isten igét, és ezért is veszünk többek között részt rajta. Szerettünk volna együtt eljönni és együtt szórni a virágot. Igen, mert én voltam első áldozó, és akkor rászedtem a Zoét, hogy ő is jöjjön el. Hiszek Jézusnak az oltári szentségbe való jelenlétében, és ez az ő ünnepe, akkor én azzal bizonyítom, hogy ide tartozom, illetve hiszem ezt, hogy részt veszek ezen a körmeneten. Az úrnapja katolikus főünnep az eukarisztia tiszteletére, az Úr szent testének és szent vérének ünnepe. A szokás az utolsó vacsorában gyökerezik, és már mintegy 800 éve tartják ezt a hagyományt. A szentségimádásra helyezik ilyenkor a hangsúlyt, amit a körmenet is jelképez. Imádkoztunk és kértük az Úristen áldását azokra, akik részt vettek a szentmisében, a körmenetben, de ha megfigyelték, mind a négy égtáj fele rajzoltuk az áldási jelét a szentséggel, azaz mindenkire, aki itt lakik, erre jár, éppen szórakozik, vagy éppen kirándul, mindenkiért fohászkodtunk. A katolikus egyház hívei már 10 éve járják a belvárost, bár korábban rövidebb útvonalon tették meg a menetet. A Covid miatt az utóbbi években ugyan elmaradtak a körmenetek, de most ismét meg tudták szervezni az eseményt, amely a rendszerváltás óta a leghosszabb volt.